Minden esetre akkor az előadás címe az egy történelmi és irodalomtörténeti múlt feltáró tevékenységre enged következtetni, és hát nyilvánvaló módon egy ilyen párosítást valamilyen úton, módon meg kell indokolni, hogy mit jelent Attilától József Attiláig. Tehát mit jelent ez az út? Egyáltalán a magyar művelődés történeten belül lehet-e ilyen merész, látszólag meg nem engedett módon, pusztán név azonosság révén, egy keresztnév és egy méltóságnév azonossága révén két személyt összekapcsolni. Na most erre példákat reményeink szerint majd látunk. Tehát én nem is annyira kommentálni fogom azt, amit felolvasok, hanem csak felolvasom azt, amit én kijegyzeteltem. Tehát az első idézet Thierry Amadé könyvéből származik, az ő könyvét itt is lehet kapni, tehát én láttam az asztalon. A címe Attila mondák, fordította Szabó Károly, 1864-ben jelent meg. Na most 1864-ben jelent meg. Francia történész műve, és 2005-öt írunk. Na most el kellene egy kicsit tűnődni azon, hogy mi történt a magyar művelődés történet vonatkozásában 1864 és 2005 között. Tehát ami 1864-ben még vitát felülmúló módon az egész Kárpát-medencében meghatározó őstudásként volt jelen, az 2005-ben már, hát nyilván nem ilyen körökön belül, és azért nem a magyarság általános szintjeit érintő módon, de a hivatalos történelem oktatás keretében ez már szinte eretnek vonulatnak számít. Na most, hogyha egy nép saját eredeti származás történetét hagyja vita tárgyává tenni, akkor ez azt jelenti, hogy holnap után azt is megvitathatjuk, hogy vajon az én apukám meg az én anyukám, vajon az én apukám vagy az én anyukám. Hát vitassuk meg, és aztán rendezzünk erről népszavazást. És ha véletlenül az jön ki népszavazás útján, hogy nem, hát akkor a tudomány mai állása szerint a szüleim nem az én szüleim. Le kell ezt nyelni. Na most kicsit abszurd és groteszka példázat, de a nemzettel ezt a cirkuszt játszatják. Tehát észre sem vesszük azt, hogy gyakorlatilag nemzeti múltunkhoz méltatlan játszadozásokba hajszolnak bele bennünket. Na most ehhez viszonyítva Thierry Amadé a következőket írja. Hát gondolom Papp Gábor ezt az idézetet már ezen a helyen néhányszor felolvasta, most én is ezen az úton fogok elindulni. Tehát Attila Árpád és Szent Istvánban van megtestesülve a három korszak, melyre a magyar nép hőstörténete oszlik. Tehát Attila, Árpád, Szent István. Na most az ember hogyan okoskodik? Árpádot és Szent Istvánt a hivatalos történelemtudomány keretében tárgyalva elfogadjuk, Szent Istvánról mindenféle buta, botor dolgokat kezdenek el állítani, mondván, hogy ő zárkóztatott fel bennünket Európához, bevezetett bennünket a művelt európai népek közösségébe. Ezek olyan gyönyörű mondatok, hogy az ember csak kapkodja a fejét, nyitogatja a fülét, és egy dolog jut eszébe azon nyomban, ennél primitívebb, ugyanakkor agresszívebb, ugyanakkor mégiscsak ilyen sunyibb hazugságot gyakorlatilag alig találtak fel a világtörténelem folyamának ideje alatt. És miért? Azért, mert Szent István idejében művelt Európa Kárpát-medencén kívül nem létezik. És ha valaki ezen mondjuk vitatkozni akar, vagy úgy gondolja, hogy na hát ez már olyan fajta túlzás, hogy a művelt francia kultúra ne létezett volna. Igen, legyünk nyugodtak, a műveltségéről híres, de a szadizmus ösztöneiről még inkább hírhet francia műveltség, ebben az időben még papíron sem létezik. Na jó, rendben van, de az angolok nagy nemes királysága.
van egy óriási nagy probléma. Skóciai Szent Margit okozza ezt a hatalmas nagy gondot az európai kereszténység történetében. És vajon miért? Azért, mert ő Szent Istvánnak az unokája. Skóciai Szent Margit. Na most, ha megkérdezzük Skóciába, hogy mi a véleményük nekik, mint angoloknak, Britannia múltjáról, akkor nagy valószínűség szerint itt mi fog bekövetkezni. Hát aki már jár Skóciába, az pontosan tudja, óvatos módon kell föltenni a kérdést, és olyan helyen, ahol mondjuk a kérdezettek nincsenek túlnyomó többségben. Mert a kérdező saját lábán a kérdezés helyszínét nagy valószínűség szerint nem fogja elhagyni. Na most hol van az egységes Európa egy ilyen felvezetés vonatkozásában? Hát anarchia dúl Európának nyugati felén. Mihez lehetett volna Szent Istvánnak fölzárkóznia? Ezek alapvető kérdések ám. És hol van az egységes angol királyság? Nincsen. Vegyük tudomásul. Na de nagy német-római császárság már csak van. Most az a helyzet, hogyha az ember egy kicsit jobb kedvű, akkor karlendítésekkel is mutatványozni szokta azokat a gondolatokat, amelyek a mondatok közben belül halkan még megfogalmazódnak. Német-római császárság az egy akarnok-zsarnok intézményrendszer, és nem arról nevezetes, hogy van, hanem arról híres, hogy nincsen. Magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy német választó fejedelmek vannak. És ezek a választó fejedelmek gondosan ügyelnek arra, szinte minden időben a középkor évszázadaiban, hogy alkalmatlan, tehetségtelen uralkodót válasszanak meg maguk fölé, akit ők a kezükbe tudnak tartani. Egyetlen egy kezemen meg tudom számolni. És nincs is igény arra, hogy minden ujjamat fölhasználjam erre a számtani műveletre, hogy a jeles és tényleg a német-római birodalmat egybetartó német-római császárokat szépen felsoroljuk. Német-római császárságnak nincs önálló kerete. Tehát ezt vegyük tudomásul. Tehát ez azt jelenti, hogy a birodalom határai így pulzálnak, és mellesleg apró darabokra vannak szétesve. Na most ehhez viszonyítva tájékozódjunk délkelet irányába, Bizánc. Még mindig Európában motoszkálunk. Mit lehet tudni a nagy bizánci birodalomról? Hát azt, hogyha valaki elindul, és mondjuk Botondnak hívják, akkor nagy valószínűség szerint a keze ügyébe kerülő buzogányt Bizánc érckapujába fogja belevágni. Magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Bizánc nem birodalom, hanem egy felfújt, hatalmas, rákos daganat a föld nevezetű bolygónak a testén, amit városállamnak lehet nevezni, de birodalomnak nem. És nem csak magyar példát tudunk mondani, gyakorlatilag gondoljunk arra, hogy viking varég alakulatok, hogyha kedvük tartották, már Bizánc ostromával foglalatoskodtak. Tehát milyen birodalomnak lehet azt nevezni, amely egy hadjárat nagy lélegzetű folyományaként már az ország szívében döngeti a kapukat. Na most visszatérve tehát erre a bizonyos nagy három korszakra, tudni kell valamit, és ezt tényleg nagyon kell tudni. Attila örökségét Szent István a maga idején foganatosítja. Tehát egy francia történész számára Attila, Árpád és Szent István, most ilyen úton, mert itt is vannak bökkenők és döccenők, de erre most nincsen idő. De Európa szemében világos és teljes értékű küldetésnek számít az a Szent Istváni küldetés, amelyik attilai alapozottsággal rendelkezik. És ha a Kárpát-medence Európa központja, Európa belseje, Európa szíve, akkor ki lehet találni, hogy nem a magyarság felzárkózása történt, hanem Európa felzárkóztatási kísérlete a maghoz, a belső tartományhoz, a központhoz. És nem Szent Istvánon múlott, hogy ma Európa ott tart, ahol tart.
mert a példa tényleg hatásos módon föl lett mutatva. No, megyünk szépen az idézetben tovább, és e jellemmel tűnnek ők föl a hagyományban, hogy az idők különbözőse dacára is egy közös cselekményre összreműködnek, és egymás fiai nem csak test, hanem lélek szerint is. Tehát az, hogy Szent István nemzetsége és Attila nemzetsége ugyanaz a Turul nemzetség, ez 1864-ben nem csak Kárpát-medencén belül, hanem a művelt Európában sem vita téma. Hova lehetett ilyen gyorsan süllyedni? És mi volt ennek a nagy süllyedésnek a célja és oka? Hát erre majd József Attila költészete ad választ, mert ebbe az irányba fogunk majd kimozdulni. Attila szelleme bolyge hőskölteményi trilógia fölött. Uralkodik rajta, s betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével. Tehát itt már egy olyan attilai működésrendet kezdünk körbejárni, ahol lehet érzékelni, hogy egy küldetést határoz meg Attila szellemisége. És hol nyíltan, hol titkosan nyilvánul meg a Kárpát-medencében ez a minőség. Aztán folytatja Thierry Amadé szépen tovább ezeket a gondolatokat, és gondolom észrevesszük. Úgynevezett magyar történelmi munkákban sem fogalmaznak ennél világosabban, sőt be kell látnunk, hogy a fordító Szabó Károly, aki korának tényleg egyik legnagyobb történésze volt, mélyen alatta van ezeknek a felismeréseknek. És még egy utána a 20. században Attila pályáját feldolgozó monográfiák sem tudták ennyire kristálytisztán a lényeget megragadni. Miért egy franciának kell így hozzánk szólni? Hát most már pontosan tudjuk. Azért, hogy végre elhiggyük magunkra, ról, hogy kiknek az utódai vagyunk. Mert ha ezt Arany János írja le, nem hisszük el. Petőfi Sándor írja le, nem hisszük el. Vörös Marti Mihály írja, hát miért hinnénk el? Hiába énekeljük teli lendülettel a himnuszt, általad nyert szép hazád Bendegúznak vére. Hát könyörgöm, ki volt Bendegúz? Attilának az édesapja. Hát legalább a himnuszunkat vegyük már komolyan. No, tehát betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével, mint a magyar nemzet elválhatatlan védura. Nem marad idegen attól, tehát nem marad idegen attól. Van az attilai szerepkörnek egy titkos folyamánya. Ez azt jelenti, hogy attilai tulajdonságok tovább élnek, szó szerint reinkarnálódnak a nemzetben. Tehát nem maga Attila, hanem attilai tulajdonságok élnek tovább a magyarságban. És azt is lehet tudni, hogy miért, erre krónikáink nagyon szép, okos választ adnak. A Kárpát-medencét nagyon sokféleképpen lehet nevezni. Emlékezzünk vissza arra, hogy a régiségben és mind a mai napig ható módon Boldogasszony országának is nevezik a Kárpát-hazát. Boldogasszonynak Szent István király ajánlotta föl a magyar szent koronát. A hagyomány szerint a magyar szent koronát viszont nem Szent István érdemelte ki, hanem Attila nyitotta meg Szent István számára a jövőben azt az utat, ami Szent István számára ezenegyenesen vezetett a magyar szent koronához. Ezt Thierry Amadé francia történész írja le. Tehát Attila nagy párbeszéde Róma falai alatt, az végeredményben a Szent Korona hol, hogy és mikor való megjelenésére vonatkozott. Mert az ott megjelenő angyal Attilától azt kéri, hogy ezt a város ne pusztítsa el. És aztán egy ígéretet is mond az angyal, aki magának Jézus Krisztusnak a szavait közvetíti. Attila felé, nem Leó pápa felé, aki ebben az időben a 7 keresztény püspökség közül, a 7 úgynevezett egyház közül az egyiknek a központját igazgatja, ez Róma híres püspöksége. Na de van Antiókia is, van Alexandria is. És ki dönti el a világtörténelemben, hogy hol lesz a kereszténységnek nem szakrális, hanem világi központja. Ki fogja eldönteni? Hát Attila király, ha nem tűnt volna föl.
Mert ha itt Attila úgy gondolja, hogy Rómából ennyi elég, elég romot hagyott maga után az évszázadok alatt, és ideje az emberiség testéből ezt, megint csak ezt a rákos daganatot valahogy eltávolítani, akkor azt sem tudja az emberiség, hogy hol volt az a város, amit az ókorban Rómának neveztek. És amikor az angyal szépen ráveszi őt arra, nem kell egyébként rávenni, egy gyönyörűséges párbeszéd bontakozik ki, és ebben a párbeszédben elmondja az angyal, hogy ez apostolaim városa, Péteré és Pálé, ott nyugszanak. Igen ám, de még itt jön egy meghökkentő fordulat. Kiderül, hogy Jézus ígéretét Attila foganatosítja. És vajon miért? Ne felejtsük el, 400-as évek elején vagyunk, vagy az első menetének még inkább ebben a felében. Tehát nem 400, jó, lehet, hogy 451-452 táján, tehát 400 éveknek a kellős közepénél vagyunk. Tehát eltelik 450 év, és a kereszténység nem tudja, hogy hol van Szent Péter központja. És miért nem tudja, könyörgöm? Hát ezt egyetlen konklávén sem hirdetik ki, hogy fogalmuk sincs arról, hogy miért itt lett a pápaság központja. Még csak véletlenül sem beszélnek erről. 450 éve volt a kereszténységnek, hogy Szent Péter földi székhelyét egyetemes módon foganatosítva megtalálják. Megtalálták? Nem találták meg. És jön Attila király, párbeszédet fordít Jézus angyalával, és Jézus angyala elmondja neki, hogy itt van. Na most miért kell ezt tudni? Azért, mert Jézus első tanítványai közül az első kettő éppen András és Péter volt. És amikor Pétert meglátja Jézus, a következőket mondja neki, te Simon Jóna fia, Kéfásnak fogsz neveztetni, Péterről szó nincs, Simon, Jóna fia, Kéfás. És mégis Péterről van szó. Három megnevezését találjuk, és a negyediket szoktuk használni a névválaszték sorozatából. És következőket mondja, én erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat. Ez egy ígéret. De Jézus ígéretét kiváltotta valóra. Hát az, aki Róma falai alatt fehér ló hátán ülve Jézus angyalával tárgyal. És aztán jön a folytatás is, mert az angyal a következőket mondja, és ha ezt megteszed, akkor egy utódod örökké tartó koronát nyerent ezért a tettedért. Attila a magyarok első királya, Szent István a magyarok első királya. Közöttük egy királyfi van, ez maga Csaba királyfi, soha nem lesz belőle király, és az összes többi egészen Álmoson, Árpádon, Koppányon, Gézán keresztül vezéri fejedelmi méltóságban jelennek meg. Királyi szinten először a Turul nemzetségen belül Attilával Szent István találkozik. Gondolom érzékeljük, tudom, hogy kicsit látszólag távol járunk, de ezt a példázatot József Attila is telibe fogja találni. No, megyünk szépen tovább akkor, tehát nem marad idegen attól, tehát az attilai hatás átjárja a nemzet múltját, jelenét és jövőjét, létének egy fejleményében sem, midőn a nemzet változik, ő is vele változik, és ez nagyon lényeges. Midőn a nemzet változik, ő is vele változik. Tehát nem mumifikált minőségekről vannak szó, nem konzervdobozokról van szó. Az attilai minőség a nemzetben tulajdonságok, magasrendű tulajdonságok módján bizony tovább él. Átalakul vele együtt, s mindebben övé a főszerep. Tehát keressük a magyar művelődés történetben azt a főszerepet, amely nem a középkorban jelenik meg, hanem a középkor után, gyakorlatilag abban az időszakban, amelyet a mi kortársaink alakítottak úgy, amelynek folyományaként ma ezt a jelent, hát kicsit keserű szájízzel, de mégiscsak megéljük. És még ebből a kicsit keserű szájízzel megélt jelenből is ember módjára lehetne kiemelkedni. No, jön a következő idézet, és innentől kezdve már tényleg gyorsabban fogunk hatni, hiszen ez a fajta útvonal,
amely Thierry Amadé munkásságában nyilván a történelmi szereplőgárda vonatkozásában járja körül az attilai szerepköröknek láncolatos megjelenését a nemzet múltjában. Egy nagyszerű példát mondok. Hunyadi Mátyást a kortársai Kárpát-medencén belül és Kárpát-medencén kívül, amikor nem Matthias Rexnek, nem Hunyadi Mátyásnak, nem Hollós Mátyásnak, nem Corvinusnak nevezték, akkor egyetlen egy módon nevezték meg. Secundus Attila. Tehát a második Attila. Tehát a királyi működésrend szintjén attilai tulajdonságok utoljára majdnem teljes vértezettségben Mátyás királyban összpontosulva jelentek meg. Igen ám, de a nemzetet is végeredményben az attilai tulajdonságok hatják át. És ezt az országot amennyire lehet nevezni boldogasszony országának, a Szent Korona országának. Itt érünk vissza az elhagyott gondolathoz. Ugyanolyan joggal ne lehet nevezni krónikák alapján, és Anonymus Gesta Hungarorumának alapján, és Olá Miklós esztergomi érsek munkásságának alapján is, Zrínyi Miklós műveinek alapján is, Attila király országának. Attila király országának. Mert végig a magyar művelődés történet évszázadaiban Attilára mutatott vissza a magyarság. Csak hangsúlyozom, itt nem egy megkövült szerepkörről van szó, hanem egy folyamatosságról. És ahogy változik a nemzet, úgy változnak ezek a tulajdonságok ővele egyetemben, de az attilai jelenlét valahol mindig föl fog bukkanni. És így jutunk el a 19. századig, ahol végeredményben nem volt olyan magyar költő, vagy éppen zeneszerző, aki teljesen nyíltan és határozottan, hogyha megfaggatták az ihletnek a vonatkozásában, hogy a költemények, a zeneművek, a festészeti alkotások, képzőművészet területén milyen ihlető erőből táplálkozik. Nem fogjuk elhinni, egyetlen egy nevet neveznek meg. Attila. És amikor a nemzet veszélybe kerül 1848-ban, ki lehet találni, hogy az ifjú magyar daliák milyen öltözetbe, viseletbe jelennek meg. Hogy nevezik ezt a viseletet? Attilának nevezik. Attila bizony nagyon jelen van. Íme hát megleltem hazámat a földet, hol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet ki eltemet. Írta József Attila halála előtti napokban. Van egy óriási nagy probléma. Azóta József Attilának mindenki megveregeti a vállát, én számtalan olyan tanulmányt olvastam, amely éppen ezzel a gondolattal kezdődött. Látod, kedves Attila, tehát olyan emberek írják ezeket a mondatokat, akiket ő személyesen ismerték. A nevedet hibátlanul írták föléved. Nem igaz. Aljas hazugság. És vajon miért nem hibátlanul? Hát azért, mert a magyar helyesírás szabálya szerint az Attila nevet nem két T-vel írják, hanem egy T, és ahogy ejtjük, úgy írjuk. Ez a magyar nyelv legalapvetőbb szabálya. Két T-vel, egy L-lel, hol írják az Attila nevet? Indo-Európában. Tehát ez a németes írásmód. Igen ám, de tudni kell valamit. Az írja két T-vel, aki úgy is ejti. A magyar nyelv nem is áll rá. Nem tudom két tével kimondani Attila nevét. Azt mondom, Atti. És már lehet érzékelni, hogy most vagy zsebkendőt vegyünk elő, és ilyenkor másfelé forduljunk, mert aki velünk szemben néz, az egy kicsit el fogja ezt a próbálkozást szenvedni. Tehát szépen úgy, ahogy a nyelv rávezet, nem árt tudni, hogy egy T-vel, két L-lel kell, és ez most már a magyar hivatalos helyesírási szabályzatban is végre helyet kapott. Most József Attila tényleg nagyon pontosan fogalmazott. Ha hibátlanul írják fölében, ha hibátlanul írják fölében, mert itt nem az a lényeg, ha eltemet, ki eltemet, hanem az, hogy hibátlanul írják-e fölében. És nagy valószínűség szerint ő kénytelen volt 1945 előtt úgy írni a nevét,
ahogy hivatalosan ez meg volt határozva. De ő is úgy ejtette ki, amikor bemutatkozott, és őt általában nem Józsefnek hívták. Hát ez irodalomtörténeti érdekességnek számít, hogy abban a bizonyos kávéházban, ahol a éjszakáit és a nappalait eltöltötte, ott őt mindenki Attila úrnak hívta. Tehát olyan, hogy József Attila vagy József úr, ez is soha nem hangzott el. Ő volt Attila úr. Az más kérdés, hogy aztán ebből a tényből a kortársak közül éppen azok, akik ma is nagy szeretettel gúnyolódnak a magyar nemzet múltján, természetesen ebből élceket gyártottak. De ezt hozzá kell szokni. Az ő neve akkor is Attila volt. No, tehát végeredményben tudnunk kell azt, hogy bizony van egy hatalmas nagy folyamata ennek az attilai hatáskörzetnek, és végeredményben 1853. július 5-én ez, amit most elmondtunk, megint csak átütő módon jelentkezik. 1853. július 5. Csontváry Koszka Tivadar festőművész megszületik erre a világra. Természetesen nem Csontváry néven, Koszka Tivadar néven, de tényleg világra születik. Igen ám, de ő, mint tudnivaló, tényleg nem festőművésznek készül, ő nagyon nagy tudású fiatalember volt, hát itt megint Papp Gábor kutatásaira kell hivatkozni, de tulajdonképpen ezt azért még a hivatalos tudományosság művészettörténet is el szokta ismerni. Csontváry hatalmas látókörrel rendelkezett, tehát a gyógyászat területén az bizonyos agrár jelenségek világában, akkor a Kárpát-medence társadalmi életének vonatkozásában, a magyar nyelv védelmében, felvidéken vagyunk, magyar nyelv védelmében első szerepet töltött be. És gyakorlatilag, mint szárnyait bontakozó fiatalember, aki a magyarságért akar tenni, hosszú ideig nem találta meg a saját útját. És valamikor, pontosan tudjuk a dátumot, 1880. október 13-án az Iglón lévő patikából kifelel haladva az utcán egyszer csak a feje fölött szózatot hall. Te leszel a világ legnagyobb napút festője. Folytatódik a szózat nagyobb Rafaelnél, és még jönnek nagyon szép veretes mondatok. És innentől kezdve egy hatalmas fordulat áll be az ifjú ember életébe, és most Németh Lajos munkájából fogok egy részletet felolvasni. Ő Csontváryról, pontosabban a Baalbek című festményéről írt egy nagyon jó és nagyon jó adatokkal ellátott monográfiát. Németh Lajos, tehát tudni kell megint csak valamit. Ez az a művészet történetnek és a művelődés történetnek az az ágazata, amely nem a magyarság érdekében fejti ki mindig a tevékenységét. Éppen ezért nem árt néha olyanoktól idézni, akik tetszik nekünk, nem tetszik, de a másik csapatban kergetik a labdát. És mégis pontosabban fogalmaznak olykor, mint azok, akik egyeben, mint kesergésen túl, fejüket már nem nagyon tudják használni és mozgatni. Egy irányban sem. Na most Németh Lajos a következőket írja, és ez a mű pedig 1980-ban jelent meg. Csontváry őse a legendás Attila király. Puff. Tehát Csontváry őse a legendás Attila király. Most tudni kell, hogy ez egy kiragadott idézet. Tehát Németh Lajos sem úgy gondolja, hogy itt a Turul nemzetségen belül egy vérségi kapcsolattal rendelkezünk. Végig egy szellemi kapcsolatról beszél. És szellemi szinten Csontvárynak, a művésznek az őse nem egy Munkácsi Mihály, vagy nem egy, hogyan lehetne még Rubens mondjuk, vagy Leonardo, vagy Raffaello, vagy a többit, vagy Michelangelo, és végig Giotto lehetne idézni a neveket, hanem a világ legnagyobb hadvezére. A magyar államiság, a magyar királyság Jézus születése utáni évezredekben való egyetemes meghatározója.
A magyar sors lefektetője az emberiség működés rendjén belül, pontosabban meghatározója. Tehát Attila király, akinek lényegében azonos küldetése miatt ő az elhivatott festő szellemi reinkarnációjának is tekinthető. Tehát szellemi reinkarnáció. Attila meghatároz, ez a minőség, ez a tulajdonságkör, meghatároz úgynevezett szellemi útvonalakat, tulajdonságokat. És nyilván a magyarság a 19.-20. Században nem úgy fog fellépni, mint ahogy mondjuk Attila király idejében, vagy Szent László működése alatt. Egészen más lehetőségek adódnak. És maga Csontváry mondja el azt, hogy ez a kettősség, ez hogy találkozik bennük. Attila, mondja Csontváry Koszka Tivadar, gyönyörű szépen megfogalmazza az írásaiban, a magyarságot beiktatta a világtörténelembe. Ez történt 1500 évvel ezelőtt, írja Csontváry Koszka Tivadar. De amikor ő megszületik 1853-ban, és a 19. század végén látja a magyarság sorsát, akkor azt tapasztalja, hogy a magyarság saját hazáján belül szinte rosszabb és marginálisabb helyzetben van minden tekintetben, mint a Kárpát-medence belsejében élő nemzetiségiek. Most ezt miért kell hangsúlyozni? Azért, mert a Kárpát-medence belsejében lévő népek, ahogy József Attila Dunánál című versében, és annak is a legvégén nagyon szépen elmagyarázza, bizony egymásnak már az igazságot megvallhatnák. Miért? Mert egy földrajzi otthonunk van, és itt nem érdemes hazudozni. Tehát attól mondjuk a román, vagy a szlovák, vagy mondjuk a szlovén, vagy az ukrán, vagy a rutén nem lesz nagyobb és kisebb, ha saját művelődés történetét és történelmi múltját az igazság mentén tárgyalja. De van egy óriási nagy probléma. Mindegyik a magyarság múltján élősködik, és mindenki a magyarság múltjából gazdálkodik. Most hosszú távon ez nem megy ám úgy az úton előre, hogy ebből egészséges emberiség fog itt Közép-Európa táján világra jönni. Mert hazugság az bizony gyűlölködést fog szülni, a gyűlölködésből pedig háborúság fog támadni. Tehát ideje most már tisztázni közös dolgainkat, mert vannak közös dolgaink. Tehát itt nem arról van szó, hogy vezető szerepet akar a magyarság magának tulajdonítani, ez félreértés. Tessék akkor ezt a küldetést jobban művelni. Nem fog menni. Miért? Mert van egy nyelvi működésrend is. És ez a műveltség sajnos, és ez a küldetés nyelvhez is kötődik. Na most, Csontváry pontosan érzékeli a problémát, és azt is látja, hogy végig tulajdonképpen a Habsburg Magyar Monarchia működése ideje alatt egyetlen egy ország megsemmisítésére irányulnak a törekvések ezen a rendszeren belül, ez pedig a Magyar Királyság. És mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. Na de milyen eszközökkel? És kiderül, hogy ebben a vonatkozásban a leghatásosabb és óriási a példázat. A politika itt már megoldani semmit nem tud. Tehát hogyan lehet az emberiséget gazdagítani? Hogyan lehet az emberiséget emberséghez eljuttatni? És neki a festészet útja jutott. Na most Csontváry a következőket írja. Az isteni gondviselés rendeletétől a fejlődés Magyarországról indult ki. 6000 éves cédrusoknál állapodott meg. Hát itt pont, tehát ez a nagy idézet, amiből idézek, ez most részletezve van, és vannak hatalmas kihagyások. De a lényeget tömörítve így is meg lehet érteni. 6000 éves cédrusoknál állapodott meg. E történelmi jelentőségű dologgal a magyar nemzet legitimációjához jutottunk el. Nagy nemzetek sorába léptünk, és Magyarországot a világ történelmébe iktatjuk. Na most ez tényleg Attilai szerepkör. És ez Csontváry pályafutásának vonatkozásában gyakorlatilag a bírálói és a méltatói is elismerték.
Tehát az ihlető bizony egy legendás történelmi személy, akit Attilának neveznek. És ezt nevezhetjük mi nemzeti művészetnek. Na most tudni kell azt, hogy a nemzeti művészet az ténylegesen attól válik nemzeti művészetté, hogy olyat tud, ami csak itt terem. Tehát máshol ezt a megidézési módot, ezt a nyelvezetet, ezt a tevékenységet nem fogjuk megtalálni. No, és így jutunk el végeredményben most már a 19. és 20. század vonatkozásában, és itt nagyon óvatosan kell fogalmazni. Mert ha Csontváry dokumentált módon egyedülálló jelenség lenne, akkor mindaz, amit elmondtunk, nagyon szép. Persze ez Rényi Miklós miért nem mondhatna jókat Attiláról, miért nem mondhatná Olá Miklós esztergomi érsek azt, hogy Attila kezétől örököltük ősi címerünket, hazánkat és koronánkat és küldetésünket. Hát ezek mind olyan nagyon szép veretes, a nemesi nemzet gondolat világához tartozó, feudális csökötségből származó, hát ismerjük, ez már az imperializmusnak a nem tudom milyen határvidékét dédelgető fogalmazásmód. Na most a helyzet, hangsúlyozom, egy kicsit bonyolultabb. Ez az attilai szerepkör, ez tényleg tovább él. Nem maga Attila jelenik meg, hanem belőle egy-egy tulajdonság. Általa egy-egy üzenet érkezik a nemzethez. És a művészet, a művelődés történet, amikor a nemzet kezében már önálló politikai hatáskörön belül induló cselekedet már nem nagyon jut, akkor természetesen milyen mederbe mennek tovább az attilai tulajdonságok? Hát pontosan ez lesz a fő meder. És 1905. április 11-én megszületik József Attila. József Attila életének feldolgozásában egyetlen egy gond van. Mindenki mellé beszél, tisztelet a kivételnek. Miért beszél mindenki mellé? Nem fogjuk elhinni. Egyetlen egy oka van, az, hogy József Attila kire hivatkozik. Saját életpályáját, vonatkozását meghatározó módon. Ezt valahogy nem szívlelik. És amikor most a születésének 100 éves évfordulóját ünnepelték legalábbis oda át, hát az, hogy ide át milyen keretek között és az egész Kárpát-medencében, az természetesen egy külön kérdés. Minden esetre belső Magyarország területén gondosan ügyeltek arra, hogy József Attila pályáját két vonatkozásban méltassák. Az egyik az nagy a proletár költő, a másik pedig a pszichoanalízis áldozata. Ez már nagyon nagy dolog, hogy néha kimerik mondani a lényeget, áldozat, és ráadásul egy tudománynak az ágazata, és ennek a tudományosságnak képviselői és szereplői ritka kivételtől eltekintve, ritka kivétel az most tényleg nagyon ritka, de egy biztos, egytől egyig ateisták, egytől egyig materialisták, egytől egyig anarchisták, egytől egyig embergyűlölők. Akkor el lehet azon tűnődni, hogy ők az emberi lélek rejtelmeiből mit értettek, vagy mit véltek megérteni. Nem érteni mentek oda, és nem érte, hanem rombolni gyűlöletből. És ez a folyamat sajnos mind a mai napig tart. Ugyanis az, ami a globalizáció címszó alatt folyik a világban, ha nem tűnt volna fel, az idézőjelben mondom, lélektani alapozottsággal rendelkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy minden emberellenes kormányzatnak pszichológus, pszichoanalitikus és pszichiáter szakértő gárdája van. Na most az, hogy a Kárpát-medencétől keletre egy hatalmas unió, évtizedeken keresztül a hatalmát éppen ennek a háttérhatalomnak tudhatta be, ez már ma megint egészen egyszerű módon és feltárt módon az úgynevezett igazságok közé tartozik. Tehát ismerjük azokat a neveket, ismerjük azokat a vezetőket, akik mondjuk ilyen szerepkörben tűntek föl, de segíteni fogok. A mai belső Magyarország kormányzatai, hogy követik egymást,
Lehet tudni, ez már egy váltógazdaság. Most ez azt jelenti, hogyha hosszú távon bizonytalanságot akarunk fenntartani, akkor 4 évenként változtatni kell valamin. Ha nagy bizonytalanságot akarunk. Ne felejtsük el, a szadista az áldozatával soha nem úgy dolgozik, hogy egyből akarja a halálát. A szadista abban kéjeleg, hogy még mindig él. Ő maga locsolja fel az áldozatát, csak azért, hogy tovább gyötörje és kínozza. Szadizmus névadója történetesen nem a Kárpát-medencéből származik. Egy Szád nevezetű márki révén vált ez, hírhetté ez a tulajdonságcsomag, és jelen pillanatban, hát ha én a szadizmust úgy keresem, akkor van egy S, van egy D, és jön egy következő sziszegős. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez úgy kívül reked egy bizonyos politikai kultúrán. Ez nagyon is bent van. És egyet ténylegesen tudunk. Az úgynevezett rendszerváltást követő kormánynak, tehát az Antal érát követő kormánynak, tanácsadói testületében ott voltak ezek az elhíresült régi nagy pszichiáterek, lélekgyógyászok idézőjelbe és pszichológusok. Az úgynevezett újabb váltást követő váltó kormányzatnak pedig a szakmai tanácsadó testületében az a Vér nevezetű illető játszotta a fő szerepet, hát most is ugyanúgy ott van a tanácsadók között, aki már a 60-as években a túlzásba vitt elektrosok terápia révén tényleg vérnevet szerzett magának szakmán belül. Most ezen érdemes eltűnődni, mert naponta eljátszanak olyan dolgokat, ami alapján egy normális ember már réges-rég ráismert volna, hogy velünk szórakoznak. Ős patkány terjeszkort mi közöttünk. József Attilát idézem. És szabadon folytatom, belezabál mindenbe, amit kifőztünk. Nem árt tudni azt, hogy a tömeglélektanra vonatkozó kísérletek alanya az nem ember volt, hanem patkány kísérletek útján. Derítették ki azt, hogy egy nagyvárosi populáció hogy tartható sakban. A homoszexuális patkány. Hallottunk már erről? Hát ez nagyvárosi jelenség ám. Hát a 60-as években, ez nehogy azt higgyük, hogy ez tiltott irodalom volt. Most már be van járatva. Most már úgy csinálnak, minthogyha ez az irányzat soha nem is létezett volna. Nagyon is létezik. És most már mindent áthat. Na most ehhez viszonyítva tudnunk kell azt, hogy a József család útján tényleg nagy gondok vannak. Most hirtelen átcsapunk egy másik területre, József Attila születésének rejtelmei és bonyodalmai. Hát ő is, mint általában minden ember, úgy jött erre a világra, hogy volt apja és volt anyja. Nem biztos, hogy ez majd fél évszázad múlva ezt el lehet mondani. Tehát ez még az a szint, amikor van apa és van anya. És hát az édesapát József Áronnak nevezik, édesanyát Pőce Borbálának. Hát József Áron neve beszélő név. Miért? Mert az Áron nem biztos, hogy az Ószövetségből származik kizárólagosan ez a név. Ha valaki nekem azt mondja, hogy az Erzsébet ószövetségi héber eredetű név, hát attól az ember megkérdezi, és te mondd az Uralaltáj vidékén, a Tarim medencében. Hány héber fordult elő, amikor Tündér Erzsébetről szóló nagy mesék megfogalmazottak és megszülettek? Mutass nekem egy hébert ott. Na jó, mindenhol lehet találni, hát ha így közelítünk hozzá a dolgoknak, természetesen. De egy biztos, és nehogy azt higgyük, hogy ez a hangulatnak a terelése vagy fokozása, vagy most a ló túlsó oldalára át kell esni, vagy a ló hasa alatt át kell szaladni. De bizonyos tényeket tényekként kell kezelni. A legtöbb úgynevezett ószövetségi név az magyar nyelv alapján értelmezhető, a zsidó nyelv pedig csak körülírja és értelmezni nem tudja. Na most ilyen az Áron név is. Miért? Fel kell tenni egy kérdést, milyen Áron? Az Áron azt jelenti, hogy Áron, József Áron. Hát Erdélyben a leggyakoribb nevek közé milyen típusú nevek származnak? Tamási Áron.
Márton Áron. Világos? Márton Áron. 20. század egyik legnagyobb egyházi személye és alakja. Méltó párja, mint Szenti József. Na most hol vannak egyházon belül ezek a magaslatok? Pedig ezek kortárs távolságra vannak ám tőlünk, mintha nem is léteztek volna, nem is hivatkoznak rá. Hát mint Szenti Józsefnek a teste elfelejtett felbomlani. Eszükbe nem jut szenté avatni. Eszükbe nem jut szenté avatni. Boldog Özséb hány száz év óta várja a pálos rend megalapítója a szenté avatását. Még csak véletlenül sem. És akkor elhangzanak ilyen hírek, hogy a mostani pápa milyen jól tájékozott a magyar ügyek vonatkozásában. Hogy tudja, hogy Csángó földről idestóva 100 éve, vagy legalábbis Trianon óta pontosabban fogalmazva, Rómába milyen követeket küldenek. Milyen kéréssel? Küldjenek olyan papot oda, aki tud magyarul. A felvidéken egy éven belül hányszor tartanak imak körutat annak érdekében, hogy őszentsége már nagyon szentéavatott fülével a felvidéki keresztény magyarság kérdését, ha már annyira tájékozott, annyira bölcs, annyira szentéletű, ugyan már méltóztassa meghallgatni. Magyar püspököt, világos? Érdekes módon a szentatyák nemes fülét, daliás lélekvitelét, általában mindig ezek a kérdések szokták messze elkerülni. Fel vannak vértezve, mintha Európa kellős közepén majdnem 15 millió magyar nem is létezne. Hát ez Európa kellős közepe. Nehogy már nekünk kelljen fölzárkózni. Észre kell valamit venni. Erkölcsi válságban szenved a világ körülöttünk. És sajnos úgy tűnik, a népek nagy családján belül nagyon kevés az a nép, amelyiknek erkölcsi tőkéje van, amit valós erkölcsi értékké tudna átforgatni, azon nyomban. A magyarság törzskönyvezett butítása ezért ennyire elterjedt, mert ha rádöbbennénk, hogy mennyire emelhetnénk fölfelé a tekintetünket és égfelé az arcunkat. Abban a pillanatban a nemzet csodákat tudna tenni, és nem maga érdekében. Ezt felejtsük el, török időkben, amikor egy Balassi vagy egy Zrínyi, a többiről nem is beszélve megfogalmazzák, hogy miért harcol a magyarság. Figyeljük a sorrendet. Egész kereszténység, egész emberiség és ami sokat szenvedett nemzetünk. Hol hallottuk ezt szerb hazafi szájából? Például német atyafi szájából. És élet-halál harcot vív a nemzet, és akkor is figyeljünk a sorozatra, egész kereszténységért, egész emberiségért, és sokat szenvedett hazánkért. Most a három összetartozik és elválaszthatatlan egymástól. Tehát a magyarság léte vagy nem léte, az nem a magyarság belügye. Ez az egész emberiség nagy kérdése. Mert innen lehet valamit adni, amivel tovább lehet jutni. Az okosságnak, bölcsességnek és a szeretetnek és a fénynek az útján. Máshonnan már nem lehet az úthoz szükséges erőt kigazdálkodni, nincs meg az a műveltség ahhoz. Na most, József Áron, tehát a József név beszélő név, és ez már egy olyan családot vázol fel, természetesen nem majomkodás útján, hanem jelzi, itt a családban probléma lesz. Miért? Mert van egy családi kapcsolatrendszer, ahol a József házasság, a József házasság, annak rendeltetése van. Tehát ez azt jelenti, hogy testi szintű kapcsolatot a férfi és a nő egymással nem létesít. És miért? Mert az előzmény egészen Szent Józsefig és Máriához vezet el bennünket. És Szent Józsefről egyet lehet tudni. Tetszik, nem tetszik. Jöhetnek a Jehova tanúi. Mehetnek a hídgyülekezet képviselői. Jöhetnek az ortodoxia kiváló szakértői. Jöhetnek a római katolikus főpapok. Jézus nem volt zsidó. Most ezzel megint nem lehet mit tenni. Lehet vitatkozni, hangsúlyozom, de az eszélyesség határain belül. Ugyanis amikor az ő családfáját levezetik, emlékezzünk vissza Dávid házáig.
történik. Sőt, Dávid háza, mert Jesszét, Dávid apját is megemlítik. Igen ám, de ez a családfa, közbeiktatnak első babiloni fogságot, még egy fogságot, hova vezet el? Hát gondolnánk, elvezet Jézushoz. Na de ki betorkollik be? Józsefbe. Na de ki volt József? Jézus nem vérszerinti nevelő apja. Ez most vita téma. Hát maga a nagyegyház is így tanítja. Máriáról meg kérdezzük meg a zsidóságot, hogy milyen szakvéleményt, lektori jelentést vagy származási anyakönyvi kivonatot állítanak ki. A Talmudba, az Aggádákba és a többi rabbinikus iratba, ha egyáltalán foglalkoznak a kérdéssel. Mit állítanak Máriáról? Azt, hogy nem volt zsidó. Na bum neki. Na de ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk portugál volt. Horribile dictu. Nem szabad beleesni abba, csak magyarul. Nem erről van szó. Túl van ezeken az emberi kereteken. Isten fia, nehéz erre rádöbbenni? Tehát Jézus származása, minthogyha ilyen általunk kialakított kötelékeket egyszerűen nem viselne el. Lerúgja magáról. Az más kérdés viszont, és akkor innen érdemes tovább menni, de ez egy következő alkalomnak a témája lehetne. Mert a más kérdések egyenes úton vezetnek tényleg egy olyan vonulathoz, ami aztán a pártus királyi család származás történetén keresztül egyenesen a Kárpát-medencébe, a Turul nemzetség származás történetéhez vezet el bennünket. No, tehát József az egyik. És hát lehet érzékelni, hogy a József név megjelenik, ott tuti biztos, hogy a családon belül valami probléma adódik. József Attila életében ez mit jelent? Kivel lesz probléma? Apjával és anyjával. Először az édesapjával, miért? Mert úgy elmegy a papa hazulról, hogy bottal üti a mama a nyomát, és soha nem fogja őt senki látni. József jólán látja majd egy alkalommal. Aztán a másik oldalon pedig ott van a mama, aki hát tulajdonképpen nagyon hamar eltávozik az emberi világból. Tehát beáll egy szent családnak a 20. századi szenvedés történetre alkalmazott típusképlete. Ott marad a fiú egy szál magában. Se apja, se anyja. Csak hazája és csak küldetése van. Na most az, hogy ő hogyan születik, az tényleg már a mondai hagyomány számlájára is írható, ugyanis József Jolán, József Attila élete című könyvében nagyon szépen leírja azt, hogy József Attila születését mi minden előlegezi meg. Először is az, hogy nem is lehet tudni, hogy Pőce Borbála és József Áron miért élnek együtt. Hát a mai világban ez már nem nagy dolog, de 20. század elején vagyunk. Nem kötnek végeredményben házasságot. Tehát csak úgy élnek. Minden igazi vállalás nélkül. Tehát ma úgy mondanánk, hogy kicsit olyan szabadon fogják fel a dolgokat. Igen ám, de mégsem annyira, szabadosan, pontosabban, mégsem annyira, mert fiút és fiút és fiút akarnak. És jönnek a lányok, és jönnek a lányok, és van két nagyobb lány, az egyiket Etusnak hívják, ő József Attila fiatalabb nővére, a másik pedig Jolán az idősebb. Na most Jolán az egy virtigli, vérbeli, igazi, nagy kalandornő. Ez elképesztő ez a nő. Én most nem is részletezem, mert aztán nagyon messzire jutnánk. Most ezt a kalandort, ezt idézőjelbe kell tenni. Tehát a kornak a vívmányaihoz és tulajdonképpen liberális terheltségéhez képest, hát József Jolán semmiféle korlátot, társadalmi korlátot nem tűr. Ha ő úgy gondolta, hogy egy kicsit megmutatja magát a férfi világnak mondjuk a Városligetben, hát akkor kicsit lement dámának felöltözve, és úgy mutogatta magát fűnek fának, hogy milyen szép ez a Jolánka, aki ott sétálgat az utcán. Tehát elképesztő adottságú dolgok keveredtek ki a családon belül, de minden esetre a fiú még váratott magára. És itt döbben meg az ember az, hogy azok az emberek, akik lehet, hogy nem is szeretik egymást. És mi az, ami mégis egybefogja őket? A sors. De ez a sors, ez egy magasrendű sors. Ők ágyazzák meg azt a fészket, amibe Attila beleszületik. Mert Attilának nagyon mélyre kell szállnia.
Attila nem születhet úri fiúnak. 20. század elején vagyunk, a trianoni tragédia közvetlen tőszomszédságában. Még jövőben előttünk van ez a szomszédság. Tehát ilyenkor hogyan lehet egy megváltói erényekkel tele tűzdelt költészetet foganatosítani? Hát úgy nem, ahogy Babits Mihály. Ülünk a fotelban, és elhisszük, hogy mi vagyunk a költőfejedelem. Ez maga a lehetetlenség. Itt küldetésről van szó, tehát ez azt jelenti, hogy ide figyelj. A te küldetésed, és most nagyon jól kell figyelni, nagyon szegény leszel, kedves Attila. Miért? Mert a 20. században ez az attillai minőség, ez nagyon rossz helyzetben van. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, nem azt jelenti, hogy nem lehet megbecsülni, de olyan mélyre süllyedt a világ, hogy ahol ez a minőség megjelenik, annak is nagyon mélyre kell a süllyedő világ után szállnia. Ezt József Attila gyönyörűen fogalmazza meg Kései versében, mint fatutaja folyamon, mint mélatót a tutajon száll alá emberi fajom némán a szenvedéstől. Na most neki utána kellett mennie a szenvedéseknek. Tehát nagyon mélyre kellett születnie. Egyfelől ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy anyai ágon egy paraszti sorba születik bele, egy elszegényedett paraszti világnak a sarjadéka. Apai ágon, erre szokták azt mondani, hogy ipari munkás ágazatba születik bele. Tehát az apai ág az egy külön kérdés. Majd talán arra is lesz idő, hogy körbejárjuk, hogy miért. De egy biztos, ennél mélyebbre 1905-ben születni már tényleg nem lehet. Ennél nagyobb szegénység Magyarországon alig van. Tehát nincsen. Egyszerűen lehetetlen alá menni ennek a szegénységnek. És a drámai helyzetnek is természetesen. Na most várva várják a fiú érkezését, és azt tartja őket össze, és ezt tényleg állítom, hogy egyikük sem tudta volna megmagyarázni, hogy gyerekek, most ebbe a nagy szegénységbe nem elég két leány gyermek? Miért akartok még egy fiút? Hát ez a két leány gyermek is irtózatos tehertétel ebben a szegénységben a ti vállatokon. Az más kérdés, hogy a 20. század elején még a család alapítás nem ilyen kategóriákba mozgott. Miért? Mert minden születésről tudták azt, hogy az Isten majd helyet csinál ebben a világban annak a gyereknek. Tehát mielőtt a fiatal lányok hagynák azt, hogy méhen belül gyilkolják meg gyermekeiket, nem ártana legalább ezen elgondolkozniuk. Nekik is a Teremtő Isten ebben a világban helyet csinált. És ha már nem is tudja felnevelni, legalább engedje világra jönni. Ez egy brutális kegyetlenség ám. Most az, hogy ő ebből semmit nem tapasztal meg, mert nem világosítják föl, hogy az emberek bizony haramiák, de lehet tudni a dolgokat. Belül a gyermek ilyen kis másfél hónapos állapotában is érzi, hogy mi készül ellene. Erről készültek felvételek. Így szépen hátrál be a kés alól, és próbál menekülni. Melyik szervével érzi? Nem mondják meg neki. Bizony ez gyilkosság, és nagyon brutális, és nagyon gonosz. Hát gondolom tudjuk, hogy legalább 4-5 millióval többen lehetnénk. Igen. Legalább 4-5 millióval. És az megint más kérdés, hogy a magyarság az nem mennyiségi, hanem minőségi ügy. De azért 4-5 millió, tudjuk, hogy mit jelent ez? Ez egy nép. 1950-es évektől 2003-ig, vagy 4-ig, vagy 5-ig a Kárpát-medencében egy népet gyilkoltak meg. És nincs semmiféle síralom érte. Még csak megemlékezés sincs. Még csak adatközzététel sincs. Legfeljebb a legritkább esetben. Na most várják a gyermeket, és egyszer, és József Jolán írja József Attila élete című könyvében a következőket. Tehát várandós állapotban van a mama, de még nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány, vagy egyáltalán mi lesz ebből. És egyszer éjszaka álmot lát, csodálatos álmot. Pőce Borbála. Ő volt a kun származék. Azt, hogy József Áron milyen származék volt, ez a félig román, félig székely, ezt nyugodtan el lehet felejteni.
Hát aki már József Áronról látott fényképet, az pontosan tudja, hogy hogy néz ki. Felpödört bajusz. Huszár uniform is. A papa leginkább így szeretett parádézni Ferencváros sikátoraiban. Huszár uniformisban, karddal az oldalán, fölpödört bajusz. Tehát bukaresti népviselet. Nagy valószínűség szerint. Hát semmi gond nincs ezzel. Tényleg az ember nem akar senkit és semmit bántani, de figyeljünk oda, hogy ugyanaz a cirkusz folyik József Attila körül, ami Petőfi Sándor körül. Hiába mondja el Petőfi, hogy magyar vagyok. Hiába mondja el, hogy magyarnak születtem. Hiába mondja el, hogy ha nem születtem volna is magyarnak, mi kell még könyörgöm. 10 éves akkor, amikor határozott módon az evangélikus vallásból kilép, és miért? Petőfi Sándor. Miért lép ki az evangélikus vallás kötelékeiből? Még csak véletlenül se gondolják azt, hogy ő tót. Még csak véletlenül se. És ha valamivel Petőfi Sándort idegesíteni, irritálni lehetett, ugyanaz, amivel Hunyadi Mátyást is. A származásával. Gyerekek, magyar. Hallottátok az, mit jelent? Magyarul szólok, magyar hazámért hull vérem, és itt mindenki helyet kap a Kárpát-medencében. Nem erről van szó. És József Attila is magyar költő. Utolsó évében, utolsó versei között, hazám, emlékezzünk vissza. Adj emberséget az emberségnek. Hogyan folytatódik ez a mondat? Ez egy végrendet. Adj magyarságot a magyarnak. Na ezért kell József Attila életművéről hallgatni, mert csak azokat a verseket szemelgetik, amik nagyon szépek. Lehet rajta, rejtelmek, ha zengenek, tényleg nagyon szép egyébként, és gyönyörű. Mert a szerelmi líra itt tényleg a legmagasabb szintre jutott. Csak egyet szoktunk elfelejteni. Istenes versek, szerelmes versek, és a hazához írt versek. Ez jelenti a költőt. Na most József Attila mind a három vonatkozásban csúcsra érkezett. Tehát soha senki nála pontosabban a magyarság problémáját Trianon után megfogalmazni nem tudta. Soha senki költészet eszközeivel, és itt tudni kell azt, hogy ő 17 éves és 18 éves. És elképesztő szinten fogalmazza meg ezt a jelenséget. Hát a Magyarok című verse 1924. Hát lesz-e magyar, ha mi nem leszünk? 1905-ben születik, 1924-ben írja. Magyarok című verse. Hát lesz-e magyar, ha mi nem leszünk? Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk. Nekünk nyisson ajtót a reménység. Egy 10 éves kölök. Szó szerint. Mert virgonc, vadóc, nem is részletezem. Hát fiú gyermek. Ha meglát egy szoknyát, akkor el fog ájulni, és szüzességi fogadalmat fog fogadni? Hát nyilván nem. És mégsem ez a lényeg, ez a döntő. Az, hogy ő aztán a hétköznapi életben mondjuk hány szerelmének ír verset. Hát örüljön neki a költészet, könyörgöm. Hát ő az óda verset is hogy írja meg? Lát egy nőt lilla füreden. Na most velem ilyen még soha nem fordult elő, hogy az ember egyszer lát egy nőt, jó, lehet, hogy előfordul az ember, de az tényleg költőnek kell lenni. És anélkül, hogy szót váltanának, anélkül, hogy tényleg valami olyan lenne, hogy a lány közben ott aranyosan mosolyogna felé. Megírja a világ irodalom, ezt ő maga mondja. Oda megy a nőhöz, és azt mondja neki, nézze, én magáról megírtam a világirodalom leggyönyörűbb szerelmes versét. A leggyönyörűbbet. És ez tényleg az volt. Tehát itt a szerelem nem úgy jelenik meg, ahogy általában az ember gondolja, úgy test alá mélyen lezuhanva, és onnantól ágaskodva valamilyen irányba. A szerelem az tényleg inspiratív tényező, ihlető erő. Ez az attilai küldetésnek a szerelmetes ágazata. Tehát ennek óriási jelentősége van. És az, hogy azt mondja 19 éves korában, hogy ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk, magyarok, jegyezzük meg.
Nos, melyik nép tisztaságát próbálják egyfolytában mocskolni? De egyfolytában. Hát tudjuk azt, hogy második világháború vonatkozásában, Romániában egy bizonyos nép ellen mit követtek el? A többi Kárpát-medencei országot már meg sem merem említeni. Soha senki azoknak nem hánytorgatja fel. Soha senki. És az, hogy 1944-től Magyarország megszállt ország, magyarul mit jelent? Nem mi döntöttünk sorsunk fölött. Innentől kezdve egyfolytában megy a megdolgozás. Ó, jaj, mi igazán tiszták vagyunk. És amire nagy szüksége van a nemzetnek, adj magyarságot a magyarnak, igen ám, de hol kell megnyitni az ajtót? Nekünk nyisson ajtót a reménység. Hit, remény, szeretet. Egyszerűen nem tudjuk, mit jelent már a remény. Erre lenne a legnagyobb szükség. Nincs jövőképe a nemzetnek. Ilyen nagy múlttal rendelkező népnek gyakorlatilag nincs egyetemes jövőképe. Tehát a mama már áldott állapotban van Attilával, de nem tudja, hogy kit hord a szíve alatt. Fogalma nincs, fiú vagy lány. És éjszaka álmában a következő történik. És ezt leírja József Jolán, József Attila élete című regényben, akit senkinek nem ajánlok tiszta szívvel, becsülettel. Miért? Mert tele van elképesztő csúsztatásokkal. Hát Jolán kezét a párt így tartotta kézben. Az a csoda, hogy egyáltalán ez a részlet benne maradt. Most innen lehet tudni, hogy azért nagyobb erők működnek ezen a földön, mint a párt. Ezt szokjunk hozzá. Tehát pártok uniókba szoktak természetesen uniformizálódni, de ennél van azért nagyobb és magasztosabb erő is. Látogatóinak ismételten elmesélte álmát. Megjelent neki egy őszöreg ember, a mamának, Pőce Borbálának, aki elmondta, hogy fia születik. Nocsak. Hát ezek szerint ez biztosabb módszer, mint az úgynevezett ultrahangos vizsgálat. Hát nagy valószínűség szerint biztosabb módszer. És ez ultrahangos vizsgálat is egyetlen egy dologra való, de hiába magyarázza el az ember. Már embrió ideje alatt a gyermek bizonyos sugáradagot, sugárkezelést megkapjon. És jön a mesebeszéd, hogyha véletlenül zsinór, persze minden. Elég lenne mondjuk kétszer-háromszor megvizsgálni a gyermeket. Ehelyette hányszor megy egy kis boldog állapotban lévő anyuka ilyen vizsgálatra? Hát gyakorlatilag már minden nap bemegy, de hogy minek, hangsúlyozom, egyetlen egy célja van. Egyetlen egy, de hát erről nagyon nehéz beszélni, mert mindenki túlzásnak gondolja. Sugárözönben élünk. Ez egy könyvnek a címe is egyébként. Sugárözön. Na most a sugárözönből nem mindegy, hogy melyik, amelyik épít, és mely az, ami teljes módon leépít, és egy életre félreállít. Tehát fia születik, és minden anya tudja, nem igaz az, hogy nem. Hát az ember, ahogy már kezd belenőni ebbe a világba, vannak tapasztalatai. Én magam nem egyszer hallottam családon, nem az, tehát más helyeken járva, forgolódva, elmondják, hogy megálmodtam, hogy lányom születik, megálmodtam, hogy fiam születik. Hát az emberen belül működik ez az érzékenység. Tehát fia születik. Igen ám, de ez egy őszöreg ember. Na ki lehet ez az őszöreg ember? Jó, egyelőre hagyjuk nyitva, ez egy nagyon magas szint, ez az ősz öreg ember, ez maga az ős örök ember. Tehát a nyelvpörgetés útján az ősz, az már nem egy idős állapotot fog jelenteni, hanem egy fehérséget, egy nagyon ősi tisztaságot. Az öreg pedig az Istennek az állandóan visszatérő jelzője, nem csak szerelmes Isten, nem csak élő Isten, nem csak kegyelmes Isten, Balassi verseiben a kegyelmes Isten tartja a maga menetrendszerű megérkezéseit, hanem bizony az ősvallás felé indító öreg Isten. Na de az Isten nem lehet öreg, miért? Mert idő fölötti a léte. Azt hogy nevezzük magyarul? Öröknek. Tehát öröknek. Tehát bizony egy atyai minőség jelenik meg emberképben, ember alakban. És mit mond? Fiú. Na most ha az atya azt mondja, hogy fiú születik,
és József a családán. Hát ne felejtsük el, ez egy József típusú család. És a fiút, most figyeljünk oda, nevezze Attilának. A fiút nevezze Attilának, mert híres ember lesz belőle. Ilyen az élet. A mama álmára nem cáfolt rá aztán a valóság, hanem megerősítette. És tudni kell azt, hogy a mama tényleg nem élt hosszú ideig, tényleg mosta a város minden szennyesét, tönkretette az egészségét, tényleg nagyon fiatalon halt meg. Pedig nagyon mutatós lány volt. Tehát már szabad szálláson, ahonnan ő származott, olyan emléke volt a falubélieknek, hogy ez egy nagyon csinos lány. Nagyon fiatalon kerül Pestre, és hát azért ne felejtsük el, Pesten akkor is csak meghalni lehetett a külvárosokban. És most sem jobb a helyzet, most rosszabb a helyzet. És József Attila ezért nagyon időszerű, mert nem a maga idejének írt. Hát egy költő nem attól nagy költő, hogy a saját szűk intervallumában tud áriákat meg himnuszokat zengedezni, hanem a nemzetében bekövetkezendő, jövőben valósuló változásokról énekel és zengedezik. Na ez az igazi költő. Hát minden valamire való költő profétai tulajdonságokkal, látnoki, táltosi, garavanciási, tudósi, megváltói képességekkel rendelkezett. Hát ettől volt presztízse egy költőnek. Szabadság, szerelem. Hát nem volt olyan magyar nemes, mert beleverik a ifjúságba azt, magyar nemesek műveletlenek voltak. Hát könyörgöm. Széchenyi idejében. Ki volt az, aki először megszólalt az országgyűlésben magyarul? Ezzel már el is mondtam, meg is adtuk a választ. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? A magyar nemesség úgy beszél latinul, hogy annál jobban latinul Európában sehol nem beszélnek. Hát itt föl kell szólalni, szónoklatot kell tartani. Akkor ott értő fülekre kell találnia, és akárhonnan jön fel az országgyűlésbe a nemes, latinul kell neki válaszolnia. És hogyha nem elég veretesen válaszol, hát nem, ne, egyszerűen nincs ott a helye. Nézzük meg ma, hogy beszélnek az országgyűlésekbe. Hát ma gyakorlatilag országon belül a legműveletlenebb emberek közösségét, legalábbis most belső Magyarország vonatkozásában hol fogjuk megtalálni? A országgyűlésbe. Hát ha összeadnák történelemről a tudásukat, kiderül, hogy egy ötödik osztályos tankönyvet az előszó címszó vonatkozásában sem lehetne abból a tudásból kigazdálkodni. És ezek irányítanak Európa kellős közepén emberi sorsokat. No, tehát híres ember lesz belőle. Most itt a híresnél egy kicsit elidőzünk. Ugyanis nem igaz az, hogy Attilát verte a sors. Ez hazugság. Ez 1931-ig József Attila életében nem volt téma. 1931-ig József Attila boldog ember volt. Mi történik 1931-ben? Az első analitikus kezelés. Hogy hívják az analízis orvost? Rapaport Samu, hírhedt szabadkőműves. Tehát Rapaport, horribiledictum, tehát a nevét kimondani, egy szörnyű. Éppen idefele beszélgettünk erről, hogy milyen név lehet ez a Raport. Hát Raportra hívnak, az jó. Rapaport Samu. Jó, rendben van, lehet így is hiteles életet élni, csak hát... Meg jó, hogy nem dalnok volt, mert aztán ott már nagy bajok lettek volna. És én nem sokra tartom, pontosabban sokra tartom, de nem nagyon kedvelem a költők szerelmeit. Miért? Mert a költői tragédiák túlnyomó okát egy nőszemély szokta okozni. Most nehogy átessünk a ló túlsó oldalára megint csak, de nem a gyengébbik nemnek, sőt az erősebb nemnek, mert azért nehogy ezt a gyengeséget úgy végig, hogy jaj, de aranyos gyenge. Hát ha valaki még nem tudná, a világban az van, amit a nő akar. Na most éppen ezért a világot tönkretenni nem a férfin keresztül lehetett első körben. A kereskedő hova ment először? Mutyizni. Nagyon csúnya a szakkifejezés.
megvárta még a Dalia főúr kilovagol, és miközben ő intézte az ország ügyeit, jött a kereskedő. Kit keresett meg? Képzeljük, ez Rínyihez beállít egy kereskedő. Hát ott mi lett volna? Ez maga a lehetetlenség. És miért? Azért, mert viszont a férfit nagy tettekre csak a nő tudja sarkalni. Tehát zülle szét a női nemet, bele fog dögleni a férfi is, garantáltan. És egy ilyen világban élünk. Mert ha a nőben most az igényesség magasabb lenne, akkor a férfi még mindig nagyot tudna tenni. Na de a férfi szintje ma hol van? József Attilát idézve, nem volt még olyan disznó, aki elájult, aki meglátta a moslékos vájút. Tehát a férfi nagyon azon a szinten működik. Miért? Mert a nő ezt várja el tőle. De nem hisszük el. Ha a nő a férfitől azt várná, hogy ide figyelj, addig nem jöhetsz haza, amíg a Verbőci hármas törvénykönyvet be nem vágod. 10 férfi közül 5 bevágná a hármas könyvet. Na nem a tűzbe, hanem elsajátítaná úgy, ahogy van természetesen. Tehát óriási ám a kockázat. Na most az, hogy híres ember lesz belőle, ez nagyon döntő. Ugyanis végig elmondják az életrajzírók, hogy a mama azért nem verte Attilát, nem verte. Tehát Attila mit mond 1931 után? Hogy őt verték. Hát ezt vertek téged, kedves Attila. Annyit kaptál, amit más hasonló pajkos gyerek, sőt, te még egy kicsivel kevesebbet is. Na most mi történt 31-ben? És itt jön ez a bizonyos Szántó Judit, hát róla azt kell tudni, hogy a neve az előző férjének a neve. Tehát a Szántó Gyula, aki Hidas Antal névén Moszkvába emigrált. Ott pedig Kun Béla, Kun Ágnes nevezetű lányát vette feleségül. Erre mondják, na ez nagyon jó kis csapat lesz. József Attila körül. Na most ez a Szántó Judit, Pál Judit, de van még egy neve, sőt, Júlia állítólag a neve, már nem is tudom a neveket tovább nyomozni, mert teljesen fölösleges, izraelita valláson volt. Izraelita vallású volt, ugyanakkor nem hitt Istenben. Na mind a mai napig nem tudta az irodalomtörténet kinyomozni, hogy Szántó Judit miért volt izraelita valláson. Nagy valószínűség szerint Szántó Gyula okán. Tehát idáig jutottak el. Igen ám, de Szántó Gyula Hidas Antal kommunista. Ráadásul Moszkvába megy. Tehát lehet érzékelni, hogy itt elképesztő tekervényes szövődmény, össze-vissza kusza szövevény kezd körülötte kialakulni, de még ez a Szántó Judit is, akinek egyik bizalmi elvtársa, ő maga nevez így, összekötője, tehát a személyes összekötője volt. De elvakult kommunista volt Judit, de tényleg elvakult kommunista. Tehát annyira elvakult vonalas, hogy olyat feltalálni sem lehetne. Mint a maiak. Na, lehet. Nem, a maiak eztől már régen, ez jó. Na, minden esetre ő maga írja le. Tehát ő, aki József Attilának ott tett be, ahol nem röstellett. Hogy ezt a Rapaportot, ezt egyszer látta életében, mert Attila róla soha nem beszélt. Egyetlen egy alkalommal sem. De amikor meglátta egyszer a japán kávéházban, felsikoltott és megkérdezte, hogy ez az a szörnyetek? Ez a Rapaport, Samu? És Attila elszorult, elsápadt, ekkora Ádám csutkája volt, ez így fellel liftezett, és azt bólintott, hogy bizony ő az. Rá lehetett ismerni. Egy emberi szörnyeteg volt. Az első kezelés után hogy ment Attila haza? Ezt csak azért kell tudni, hogy érzékeljük, milyen veszélyes vizekre vitték őt el az úgynevezett barátai, pontosabban elvtársai. Hazament és azt mondta, hogy ő embert ölt. Szántó Judit, de Attila, hát nekem ezt soha nem mondtad. Hát akkor már rég börtönben ülni. De ez így van, mert az analízis kimutatta, hogy ő bizony embergyilkolt. Na de Attila mikor? Hát mit tudom én talán gyerekkoromban? Na ez az analízis. Félelmetes egy játék. Hát ne felejtsük el, hogy a 20. században
voltak azért nagyon tisztánlátó gondolkozók, és elmondták 1945 után az atombomba felrobbantását követően. Az atombomba pusztítása kívül sokkal szerényebb szintű pusztítás annál, amit a pszichoanalízis belül az emberek lelkében végzett. Mert akkor már végig söpört ez a hullám. Tehát elképesztő. Ugyanis három szintje van az analízisnek, három szintre szállítják le az illetőt. Az első szinten még van önmagával kapcsolata. A második olyasféle laza világgal tart kapcsolatot, mint amikor az ember álmodik, de még úgy tud azonosítani. A harmadik szint pedig melyik szint? Amikor önmaga teljes idegenként jelenik meg vele szembe. Tehát mi történik? Szembe fordítják az embert saját magával, de elidegenetített módon. Ezt pedig hivatalosan tömény sátánizmusnak hívják. A sátán neve a diabolosz, ugyanis pontosan ezt jelenti. Aki szembefordít és vádol. A vádló. Te Attila, hát te embertöltél. Bevisznek hazugságokat. És ez egy aranyszívű jó ember volt. És elkezdik szépen felbomlasztani lelkének belső egységét. Az más kérdés, hogy ezek az alászállások számára, most már így visszatekintve, révülési utak voltak. Tehát neki alá kellett szállni. Aki dudás akar lenni, ő maga mondja, idézi a népköltészetet. Pokolra kell annak menni. Ott kell annak megtanulni, hogy kell a dudát fújni. Tehát ne felejtsük el, 1900-as évek után az emberiség soha nem látott pokoli bugyorokat fedezett fel önmagán kívül, mert ez nem önmagán belül van lényegében, ez önmagán kívül van. Ez már réges-rég nem az ő világa. És Attilának ilyen szintekre kellett természetesen alászállani. Na most itt tényleg nagy tudománnyal állunk szembe. Ugyanis a kedves mama Attilát, mint a hímes tojást úgy kezelte. Miért? Mert hitt az álomban. Tehát megrendítő, erejű, igazi, látnoki álom lehetett. Ne felejtsük el, ő egy szegény sorsú asszony. Nem olvas misztikus irodalmat. Ő szöreg ember. Hitt az álmában. És amire nem figyeltünk fel, látogatóinak ismételte. Tehát amíg a mama élt, ebből az álomból táplálkozott. Hát, ha ez meg fog valósulni. Híres ember lesz az ő fia. Egy példát mondok. Egyszer vettek Attilának egy falovat. Kisgyerek volt. Ez egy nagyon szép példázat, hogy ez mit jelent a mama részéről. Hát Attila természetesen egy kicsit durcás volt, hintalovat neki. Hát miért nem igazit? Minden esetre beleülteti Etust, Etus hintázik, kiesik belőle. Az erkölcs József Attilában már itt megmutatkozik. Ha Etus kiesett ebből a hintalóból és megütötte magát, akkor ez rossz. Na de hogyan lehetne ebből a rosszból jót csinálni? Elkezd gondolkozni és rájön. A mamának az esti tüzelő előteremtése mindig hihetetlen fáradalmakat okoz. Hóna alá kapja a hintalovat, leviszi a pincébe, apró darabokra hasogatja, fölviszi, leteszi a kályha mellett megáll vigyázba, és várja, hogy a mama jöjjön haza a munkából. Belép a mama, és mit mond neki? Nézd, mama, ennyi fa van, ebből aztán nagy-nagy tüzet lehetne rakni, hogy melegednének az emberek. Hát nem ezt mondja, de dicsekszik fűnek, fának, hogy Attila milyen jó sok tűzifát szedett. És leírja Etus is, és leírja Jolán is, hogy a mamán egy pillanat alatt átsöpört a vihar, hogy most úgy elveri az egyik fadarabbal ezt a gyereket. Igen ám, de mi történik? Nyel egyet könnyes szemekkel begyújt, és jön a kommentálás, mert a mama Attilát soha nem verte meg, már pedig azért, mert tudta, vagy sejtette, vagyis az álomra vonatkozó ihletből táplálkozandó módon híres ember lesz belőle. Azt hitte, hogy híres ember lesz belőle. Már pedig normális szülő tudja, hogy híres embereket nem szokunk pofozgatni.
még csak véletlenül sem. Tehát nehogy azt higgyük, hogy József Attilával az analitikus kezelés, tehát ez az iszonyat hozta elő ezeket a ferdeségeket, ezeket a buta idiotizmusokat, a mama komplexus, soroljam vég nélkül. Egészséges ember volt. Teljesen egészséges ember volt. Most jön József Attila életrajza. Ez nagyon híres, hát ezt idézni szokták, de érdekes módon van egy terület, amiről nem nagyon beszélnek. Ott van, ha az egész életrajzot elmondják, akkor itt úgy átsiklanak, igyekeznek másként magyarázni, de van egy nagy gond. A híres életrajzot József Attila állásszerző pályázatos életrajzként készítette el. Ismerős ez? Pályázat. Álláskeresés. De most megmondom őszintén, akkor elhelyezkedni ilyen életrajzzal, tudván, hogy kik ülnek íróasztalok mögött, nehogy azt higgyük, hogy sokkal jobb volt a helyzet. Az akkori kis trianoni Magyarország belülről, ha nem is annyira, mint most, de szinte teljes megszállás alatt volt. Csak bizonyos területek akkor még nyitva maradtak. Tehát írja József Attila. Harmadikos olvasó könyvemben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról. Nocsak. Na de Attila, te egy szakmai önéletrajzot írsz, világos? Tehát állást keresel. Rádióban, szerkesztőségben, irodalmi lapoknál. Magánügy Attila, hogy te harmadik osztályos korodba, tényleg, én meg az utolsó mohikánt olvastam. Soha nem írtam le, hogy kérem szépen, az utolsó mohikánt annyiszor végig olvastam, hogy már én is azt hittem, hogy utolsó mohikán vagyok. De aztán felvilágosított édesapám és édesanyám, hogy inkább menjek iskolába, mert nem én vagyok az utolsó mohikán. Hát szóval, hogy mondjam csak. Tehát itt egészen más rangú ügyekről van szó. Nem véletlenül fogalmaz az ember néha egy ilyen kicsit ilyen túlzásba vitt módon, de hogy érthető legyen a helyzet. Ez egy szigorú szakmai önéletrajz. Kit érdekel, hogy te mit olvastál? Na, harmadik olvasós könyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról, és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a Hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila. Ez hogy szól a magyarul? Ha pusztán a nevünk lett volna azonos, akkor is érdekeltek volna a Hun királyról szóló mesék. Mit mond József Attila? Nem csak azért érdekeltek a Hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila. Nem csak ezért. Már ez ugyanis elegendő ok lett volna. De itt van egy folytatása az ügynek. Hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. Na most a Pista melyik névnek a nem is becéző névváltozata? Az Istvánnak. Na most a magyar történelemben mi a legnehezebb tétel, úgy mondjuk 1526 és 1541 után? Tehát hova mérték a legtöbb csapást a történelem meghamisítói? A Szent Istváni térítésre és fordulatra. Megutáltatták a nemzettel Szent Istvánt. Megmondom őszintén, hogy nekem egyetlen egy problémám van az utáltatókkal. Hogy valamit nem vesznek észre. Hülyének nézik az egész magyar nemesi nemzetet. Csák nemzetség, Türje nemzetség, Aba nemzetség, Kán nemzetség. El lehet hinni, hogy ezek egy Pista mellé felzárkóznak. Hát ne legyünk már ennyire ostobák. Hát ez maga a lehetetlenség. Itt van egy történelmi fordulat. Istvánnal szigorítás érkezik. Szigorítás. Na de kinek a üzenete révén? Kinek a küldetését foganatosítja szigorú módon Szent István? A magyarok első királyának. A koronát kiérdemlő királynak. És ő pedig Attila volt. Na most ezt a történelmet a magyarság elfogadhatja. És így megy fölfele, miért?
mert abban a pillanatban érzi, hogy Európa kellős közepén üdv történeti a küldetése és rendeltetése. Na de ha Szent István talanítjuk a múltunkat, és Szent Istvánt a nemzet ellen folytatjuk, akkor megkapjuk a mai helyzetet. Ugyanis a legnagyobb baj most már nem az úgynevezett nemzeti körön kívül van, hanem nemzeti körökön belül. És miért? Mert tehetségtelen dilettánsok középvezetői szintig a nemzet testébe be vannak betonozva. És nem engedik, hogy a tehetséges vezetők középvezető vagy felső vezetői szintig fölemelkedjenek. Direkt nem mondok neveket, mert aztán nagy világbotrány lesz belőle. De Erdélyből lehetne egy-két nevet idézni, egy döntsd a tőkét és ne siránkozz. Ne sziszenj minden kis szilánkhoz. Iszonyú nagy bajok vannak. Tehát tulajdonképpen attól, hogy valaki szépen beszél a magyar sorsról, az nem biztos, hogy jó vezető nemzeti szinten. Balczó András szoktam idézni, aki el szokta mondani, 12 gyermek édesapja, többszörös olimpiai bajnok. Őt már réges-rég nem az érdekli, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mit cselekszik. Hát ne felejtsük el, hát ma azt mondják oda át, lendületben az ország. Soha nem volt ilyen fejlettség. És az illető állandóan azt hajtogatja magáról, hogy ő hazafi. Egyet felejt el hozzátenni, hogy melyik ország nemzetének hazafias érzelmeit próbálja itt meghonosítani. Ez már nem fér bele a képbe. No, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Itt egy szusszanásra megállok, miért? Mert nem igaz. Ilyen egyszerű az élet. És miért nem igaz? Hát aki ismeri a József Attila szakirodalmat, az tudja, hogy József Attila halálát követ, amikor ez az életrajz, ez most már irodalomtörténeti tényé vált, Öcsödön nem volt olyan tanárember, vagy értelmiségi, vagy egyszerűen öcsödi hazafias érzelmekkel lelkesedő kárpát-medencei lakos, magyar ajkú ráadásul, aki ne tiltakozott volna mondván, hogy ezt a hülyeséget, hogy Öcsödön nem tudják azt, hogy Attila név van, ezt József Attila honnan szedi. És tiltakoznak. Hát ne felejtsük el, Öcsöd hol van? Szarvas tő szomszédságában, Csaba felé vezető országúton. Most van egy nagy gond, Csaba kinek a fia? Attilának. Szarvas melyik nemzet vezető állata? Rávezető, hazamegtaláló állata. Hát bizony, egy ikerpárt vezet, a hazába, ez pedig hunor magyar. Na most Szarvas a Kárpát-medence mértani középpontjában van. Itt kezdődik József Attila ifjúkori kálváriája. Ugyanis tényleg a mama nevelőszülőkhöz utalja ki, ezt most nem részletezem, ez egy ismert történet, szegény a család, 2 évre kiadja, mondván, hogy addig ő dolgozik és megteremti a jövőhöz szükséges anyagi feltételeket. Tényleg lekerülnek oda, és elkezdődik egy nagy eszmetörténet. Minden irodalom történész elmondja, hogy József Attila költői nyelvezete itt alakul ki. Tehát itt szívja magába azt a népdalok szintjéhez oly közel álló, archaikus és gyönyörű költői nyelvezetet, amellyel Ferencvárosban, ha akart volna, sem tudott volna találkozni. S József Attila, mint egy zsonglőrán változtatja a véleményét megállás nélkül egészen Szárszóig. Hol azt mondja, hogy jó volt Öcsödön, hol azt mondja, hogy rossz volt Öcsödön. Na most 1931 óta rossz volt Öcsödön. 1931 előtt természetesen jó volt Öcsödön. Senkinek nem jó nevelő szülőknél lenni. Félreértés ne essék. Nagyon nehéz sorsú gyermek. Na de van egy határ. És az, hogy az Attila hagyomány itt a leglüktetőbb, hát ezt nem kell mondani senkinek, ez az Alföldnek a térsége. Hát a kunhalmok rendszere arról nevezetes, hogy nincs olyan kunhalom, amely belsejében ne Attila kincseit álmodnák vissza. Akkor Attila király palotája hol volt?
Hát végig ebbe a térségbe motoszkálnak, Tápió, Szent Márton, Szeged, Szarvas térségén belül. Bárhol lehetett, mert ez egy mozgó. Szétszették, összeállították. No, és mégis mi történik Attilával? Hitelesítődik az ő küldetése és sorsa. Ide figyeljtek is, tök mag emberizink. Ha te valóban Attila vagy, akkor nézd meg, hogy ki volt ez a Pista. És majd látjuk az életrajz végén, József Attila nagyon ráérez erre a fordulatra, de utolsó versei között van egy, amelyik így indul. Búsulsz-e, Pista? Halálának évében írja. Na, kit szólít meg Attila? Búsulsz-e, Pista? Saját magát. Tehát el kell idáig jutni, hogy Attila és István nem egymás ellen vannak, vagy egymás értélő módon. Na most jön egy gyönyörűséges történet, ezt Etus írja, elmélkedések közös gyermekkorunkról, vagy emlékezések közös gyermekkorunkról. Tehát Etus a fiatalabb nővér, egyébként Etelkának hívják. Leírja a következőket. Tehát érte jönnek szekéren, szarvason keresztül beszekereznek a kedves mamával, kedves édesanyámmal, vagy kedves anyámmal, mert a nevelő anyát, Gombainét így nevezik. És amikor arról szól van, a karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. És most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba, így van hát, akinek van rád gondja. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. Na ezt kinek ígérte? Nem Pőce Borbálának, hanem Gombainénak. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. Tehát ez az öcsödi kérdés legalább ellentmondásos, legalább ennyi dolgot erről tudni kell. Na most, a nő megy érte, az asszony Gombainé a két gyermekért. Természetesen Gombai bácsi, a házi úr, az tudja, hogy jön két gyerek. A nevükről is talán tud valamit. És most figyeljünk. Eta írja le, aki idősebb Attilánál, és ott van. Gombai bácsi ott állt az ajtóban, magas kucsmában, mint egy varázsló. Nocsak, nocsak. Gombai bácsi ott állt az ajtóban, magas kucsmában, mint egy varázsló. Na most hogy nevezik ezt a süveget? Ami elég magas ahhoz, hogy mágus süveg legyen. Hát ez a kunok szállásvidéke ám, még ebben az időben, bőven. És milyen öltözetben van Gombai bácsi? Ünnepi díszben, miért? Nem fogjuk elhinni. Várja Attilát. Ugyanis 1900-as évek elején, ha nem tűnt volna föl, az Attila név nem elterjedt. És miért nem terjedt el? Mert a Jézus név sem elterjedt. Nem fogjuk elhinni. Minden gyermek Jézuskának születik, de nem úgy fogják anyakönyvesztetni, hogy mondjuk Nagy István Jézus. Tehát vannak olyan minőségek, amelyek annyira magasztosak, annyira fennvalóak, és ezt nekem, mert itt személyes dolgokra is lehet hivatkozni, és tényleg érdemes itt hivatkozni. Erdélyben református pap mondta el nekem a következőket, hogy az ő gyereke, az egyik kisfia szintén Attila névre hallgat. De ő, mint erdélyi, és mint református pap, pontosan tudja, hogy Attila nevet a 21. században sem adnak szívesen fiúgyermeknek. És gyönyörű, amit mondott, pap, mert azt csak a jó Isten tudja megvigyázni. Tehát az attilai minőség nem családba való minőség, család teremtő. De gyakorlatilag ezeket a kereteket nem viseli el. A jó Isten tudja megvigyázni. Ha Attila nevet adnak egy gyereknek, azt mint Szent Margitot föl kell áldozni, mert az az Istené. És ezért kétesélyes az ügy. És elmondják, hogy még ma sem, 21. században sem szeretik. Tehát nem szívesen adják, de miért adják? Mert nem lehet románosítani ezt a nevet.
Tehát belép a 20. században, nézzük meg a 19. századot. Hemzsegnek az Attillák? Nem hemzsegnek. Nézzük meg a középkort. Tele van a Kárpát-medence Attila Etele, Attil nevezetű falvakkal. De olyan, hogy Attilbán, vagy Attila Nádorispán, egyszerűen nincsen. Nem jelenik meg személynévként. Miért? Mert csak úgy, mint a Szent Koronát, valami egészen áhítatos tisztelet övezi. És amikor élet-halál küzdelmet vív a nemzet, akkor robbantja ki az Attila nevet a világra. Akkor engedi, hogy menjél csak Attila, legyen minden fiú gyermek Attila. Mert az Attilaság tényleg megőrzi a nemzetet. Igen ám, de ez a nyitánya az Attila névadásnak. És jön Gombai bácsi, Attila nevet adtak. Na majd én azt megnézem. Na most képzeljük el szegény kis Attilát, a magas varázslóval szemben. No hát, meggyüttetek, szólt a bácsi. Na itt még felmentés Attilának. Hát ez egy tipikus idióta felnőtt kérdés. Hogy lehetett erre volna válaszolni? Nem, most megyünk. Hát rá meggyüttetek, persze. Ismerjük már ezt a kicsit időben való nehéz kapcsolatteremtést. Az ember lehajol és megkérdezi, hány éves vagy? Jársz-e iskolába? És így lehetett tudni, a harmadik az lesz, ha járok iskolába, milyen tanuló vagy? És gyerekfejjel megfogadta az ember, ha ő felnőtt lesz, ilyen baromságokat gyereknek nem fog feltenni. Na de mit hoz az élet? Az ember felnőtt, hány éves van. No. Szóval, no hát meggyüttetek, szólt a bácsi. S hogy hívnak, kérdezte. Attila közben fogta a kezemet, nem akarta elengedni. Távoli a rezonancia, de mi ismerünk egy Attilát, aki Engadiban nevelkedett. Ki volt ez az Attila? Hát az Isten ostora, a magyarok első királya. Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, Nagy Nimród unokája, Engadi neveltje. Nem is lehet tudni erről az Engadiról, hogy személy vagy hely. Tehát a latin nyelvű szöveg lebegteti. Mit jelent magyarul az Engadi? Enged. És mi történik? Rákérdeznek, hogy hívnak. És jön egy döbbenetes fordulat megint csak. Nem a leánytól kérdezi, pedig aki magasabb, idősebb. Kit szólít meg? Nem azt mondja, hogy hogy hívnak titeket, benneteket, nagy gyerekeim, hogy hívnak benneteket. Ránéz a fiúra, és megkérdezi, hogy hogy hívnak. Attila pedig be kell látni, tele a gatya ebben a pillanatban. Hát ne felejtsük el, 4 éves. Nem akarta elengedni a kezemet. Ekkor mondtam meg a nevét. Kicsoda? Eta. Na most gondolom, érzékeljük, ez egy falusi, magaskucsmás, mágus ünnepi díszbe öltözött pásztorember számára. Hát mit jelent? Hát az már egy kis férfi ember az ő szemébe. És a lány válaszol helyetted? Ekkor mondtam meg a nevét, ekkor következett, hogy a bácsi kijelentette, most figyeljünk, nem Attilának, hanem Pistának fogják hívni. Magyarul ez mit jelent? Ezek még valamivel többet tudtak. Attila váltópárja ebben a kategóriában Szent István, a Pista. Tehát ha te Pistából eltalálsz Attilához, akkor megérdemled az Attila nevet. Ha nem találsz el itt, ezen a helyen, ahol mi tudjuk, hogy ki volt Attila, hát ne haragudj, te egy hátulgombolos, becsinált kisgyerek vagy. Attila nevet ki kell érdemelni. Ugyanez az etus elmondja, hogy nem nagyon szokták elverni ott Attilát, mindössze 2-szer kapott ki, 2 év alatt. Ilyen helyen, ilyen környezetben nem kis dolog. És azért valamit tudni kell a verésről, nem szorgalmazom, de nem árt tudni. Ma már egy pedagógus tényleg nincs olyan helyzetben, hogy megverje a gyereket. De sajnos a szülő sem. Miért? Mert ahhoz, hogy gyereket valaki megüssön, ahhoz erkölcsi tartásra van szükség. Ma már az erkölcsi tartás a felnőtt társadalomból tényleg hiányzik. Tehát azért, mert valaki hisztérikus dűrohamot kap, azért ne verjen gyermeket, világos? Régen nem hisztérikus dűroham.
indította el, az a pofont, ami jó helyen, jó időben csodára volt kérdés. Képes. Én egyszer beszéltem, nem is egyszer, más is találkozhatott régi öreg emberekkel. Mit szoktak mondani gyerekkorukról? Édesapám egyszer vert meg. Csókolom a kezét, áldom az emlékét. Hangsúlyozom, erkölcsi tartásra van szükség. Ma már ez kiveszett a világból. Tehát át kéne gondolni dolgokat. Egyetlen egyszer kap ki Attila, megkéri az öreg, hogy vigye be a lovat az istálóba. Emlékszünk a ló históriára? Vigye be a lovat az istálóba. Aztán kiderül, hogy Attila megijedt a lótól, megijedt. Nem részletezem, hogy ennek milyen folyományai támadtak az ő kis mikrokozmikus lényében, de nagyon megijedt a lótól. Na most Gombai bácsi ekkor osztotta ki. Nem azért, mert mondjuk kiöntötte a tejet, nem azért, mert csintalankodott, hanem megijedt a lótól. Attila ijedhet meg lótól? Soha az életbe. Bement az öreg az istálóba, levette az ostort, a karikást. Na most, könyörögve teszem fel a kérdést. Hogy lehet könnyebben elnáspángolni egy ilyen gyermeket? Szépen nadrágszíj, térdre és paf. Ez nagyon egyszerű út. Az öreg melyiket választotta? Pontosan erről van szó. Te Attila vagy, neked ostor jár. És ostorral egy kicsit megtáncoltatja. Ostorral. Na most kinek volt igaza? Az öregnek. Miért? Mert Attila innentől kezdve soha nem ijedt meg lótól. De ez kellett az ostor. Nem a nadrágszíj, nem a pofon, hanem az ostor. Ez tényleg gyógypedagógia. Pszichoanalízis nélkül. Ez tényleg csodákra képes. No, hát most már csak arra maradt idő, hogy az ő szövegét olvassuk végig. Tehát akkor ezt a Pista István öcsödi kérdést ezt egyszer s mindenkorra, ha nem is egyszer s mindenkorra, átmenetileg kicsit a szöglegeket kerekítettük. Tehát ez nagyon megdöbbentett. Na de most jön a lényeg. Ez nagyon megdöbbentett. Miért? Mert ebben a korban, a 20. században már nincs beavatás. Olyan értelemben, hogy régen volt. Régen a gyermek beavatódott. Na most ő az Attilaságba való, saját nevébe való beavatását Gombai bácsitól, a kucsmás varázslótól hol kapta meg? Bizony itt Töcsödön. Nagyon megkapta. Tehát élethelyzetek avatták be Attilát saját nevébe. Tehát, hogy méltó legyen ehhez a névhez. Hangsúlyozom, ebben az időben az Attila név nem divatnév, nem elterjedt név. Hát Trianon előtt vagyunk. Tehát ez a, hogy mondjam, ható erő, ezt a nemzet, ezt az ajtót, hogy a reménység nyisson nekünk ajtót, tehát ezt még nem nyitja ki, mert maga Attila a reménység ebben az esetben. Viszont nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy létezésemet vonták kétségbe. Miért? Attila. Tehát igenis ő Attila. Az attilai tulajdonságkörön belül egy bizonyos hatásnak, küldetésnek, és ezt a küldetést, minthogy egy hangszeren valaki játszana, maga Attila király pengeti meg József Attila lelkében. Hát elképesztő versei vannak. Végig vonul az attilai üzenet. Egyet kell tudni. Adj magyarságot a magyarnak. Hányszor bukkan föl, hányszor jelenik meg, és hogy miért proletárköltő végül is, nem teljesen, azt gondolom tudjuk. Erre nagyon egyszerű választ lehet pillanatok alatt adni. Kassák Lajossal találkozik Bécsben, mert 1919 után, akik itt nem tudtak cukrászdát nyitni, azok hova mentek cukrászdát nyitni? Hát természetesen Bécsbe. Ne, Őszi Rózsás forradalom, tanácsköztársaság után vagyunk. Elképesztő garnitúra Lukács Bélától kezdve. Lukács Béláról tudjuk, hogy ő maga végzett ki tanácsköztársasági katonákat. Minden tizediket főbelőtte.
Na most ilyenek határozták meg 45 után az úgynevezett belső magyarországi gondolkozást és közéletet. Lukácsnak tanítványai voltak, Heller Ágnes, vég nélkül lehetne sorolni. No, maga József Attila írja le, hogy Balázs Béla, Lisznai Anna, Lukács György nagy költőnek tartanak, de nem miért? A Nincsen apám versemért. Na igen, elvtársak, ez nektek nagyon tetszik. Ebből a József Attilából ti mindent szeretnétek eltulajdonítani. No, találkoznak, Kassákkal találkozik. És Kassák maga írja le a Kései visszaemlékezésbe, hogy azért nem lett jó kapcsolata József Attilával, Kassák az egy irtózatos femevad volt. Tehát az maga volt, nem részletezem. Na. Hát tényleg nem részletezem. De na, nem részletezem. Hát megérezte azt, hogy itt vannak nála jobbak. És ő nem az a típus volt, aki szerette azt, ha valaki jobb nála mondjuk. Csírájában megpróbálta elfojtani, de becsületesen megindokolta. Következőt mondja. Én a világ proletárja lettem, mondja saját magáról Kassák Lajos. Ő pedig a 10 éves József Attila, vagy 20 éves, magyar proletár volt. Na ez a különbség. Az egyik a világ proletárja, a másik pedig magyar proletár. Hát a magyar proletárosztály, ez tényleg volt, munkásosztály. Munkásoknak emberi öntudat. Későn a Flóra versekben írja, hogy úgy kell a szerelem, mint munkásoknak emberi öntudat. Hát kellene ma a munkásosztálynak emberi öntudat? Hát ma csak az van gyakorlatilag. Hát tők és társadalom diktátum van a világban. Globalizált világban élünk. Ej, döntsd a tőkét, ne siránkozz. Ez nem akkor volt aktuális, hanem a 21. században éleződött ki. És hát bizony, ő magyar volt. Hát Kassák Lajos avantgárd verseit el tudjuk képzelni, hogy külvárosi művelődési házakban 12 órát dolgozott munkások önfeledten szavolják, hogy a nikkel szamovár éppen most húz át valahonnan valahol. A híres Kassák vízió. Hát József Attila úgy tudott írni, hogy még a 20. század végén is Csepelen és máshol, ahol tényleg voltak úgynevezett munkás közösségek, bibliaként olvasták József Attilát. És József Attila milyen nyelvet adott nekik? Magyar nyelvet. Tehát ez küldetés. Küldetés, ne felejtsük el a bevezetőbe, Attila mindig együtt alakul, változik a nemzettel. És amikor a nemzet már nagyon utána kell menni, és egy Attilának a magyar nyelvet el kell vinni, az igazi emberi érzéseket el kell vinni. Mert más nem fogja nekik megadni, egy Kassák, vagy egy Babits, vagy vég nélkül lehetne a példákat sorolni. Na, tehát Attila királyról szóló mesék felfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre. Híres életrajz. Van kérdés? Mit mond József Attila? Minden törekvésemre az Attila királyról szóló mesék felfedezése adta meg az ihlet. Mindent. Ha elmentem a japán kávéházba, Attila jött velem. Ha kimentem a kávéházból, Attila jött ki velem. Ha éppen szoknyák után szaladtam, Attila velem loholt és figyelmeztetett, hogy József Attila azért mégiscsak ésszel is él az ember, ne tedd. Fölösleges. Nézd meg jobban. Csúnya. És akkor azt mondta József Attila, tényleg csúnya ez a lány, nem éri meg ezt az ügyet. Tehát minden törekvésben, nem csak a versírásban, az egész életvitelre rányomja a bélyegét. Végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz. Ki vezette el a festészethez Csontvárit? Attila. Ki vezette el az irodalomhoz József Attilát? Attila. Ki vezeti a magyar nemzetet, népet a Kárpát-medencében? Legjobb törekvéseiben? Attila, ez üdvtörténeti út. És ez az élményem vetett gondolkodóvá, olyan emberi, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja. Azzá, aki hallgat a Pista névre, na ez a gyönyörű. Azzá, aki hallgat a Pista névre, búsulsz-e Pista?
Még be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják. Na most el kell jutni erre a szintre. A mi első történelmi királyunkat nem Pistának és Istvánnak, hanem Attilának hívják. És ez bizony nem csak a nemzet nagy távlatú életében visszatérő hatásokat vált ki, bizony, ha valaki hitelesen érti meg a nemzet sorsát, ezekkel a problémákkal a saját szintjén találkozni fog. Természetesen József Attila is. Egyetlen egy címmel zárom, vers címmel zárom ezt a mai kis röpke futamunkat. Ez megint egy ifjúkori versének a címe, nem is maga a vers, a cím. Így szól. Ember is, magyar is, magam is. Na most ezen a hármas egységen bizony érdemes elgondolkozni, mert ez az igazi József Attila. Ember is, magyar is, magam is. És az embert a magammal kiköti össze. A magyar. Legalábbis itt, ahol mi magyarnak születtünk, ez még nagy valószínűség szerint hosszú ideig így lesz. Köszönöm szépen a figyelmet.